Egy holmásnak mondható rövidpasszos összjáték után egy váratlan lövéssel már a negyedik percben megszerezte a vezetést a majosi csapat. Steinbock Máté Petrovicshoz passzolt, a Baranyából érkező új csatár mintaszerűen emelt a jobb felső sarokba, látványos gól volt 1-0 hazai zöldfehéreknek. Ezt követően némi meglepetése szinte végig az első félidőben a fekete-fehérmezes vendég kakasdiak domináltak. Küzdőképességben és labdabirtoklásban is a visszatérő kakasdi edző Knisz Mátyás csapata jobb volt. Sokszor a majosi 16-oson belül folyt folyamatosan a játék. Az első játékrész hosszabbításában meg is született a megérdemelt kakasdi egyenlítés. Kellett ehhez Szejler durva hibája, miután Erős Mário megtartotta a labdát, majd jó ütemben passzolt Varga Ákoshoz, aki már a helyzetben levő Máté Balást játszotta meg. A csatár megcsinálta a cselt, miután Szőcs Attila buktatta, jogos 11-es. A büntetőt Hukker a jobb alsó sarokba helyezte, 1-1 a félidőben. A két félidő közötti szünet sem volt ezúttal eseménytelen, újabb szalagátvágással egybekötött létesítmény átadás következett az elmúlt években szépen 21. századivá váló majusi sporttelepen. Az öltöző komplexum felújítása, a pálya bekerítése, a szabadtéri fitnesstér kialakítása után egy 30 milliós fejlesztés részeként 130 néző kényelmes elhelyezésre alkalmas, lelátóval gazdagodott a Bonyhádváros fennhatóság alatt tartozó majosi sporttelep. Az ünnepélyes átadáson maga a polgármester asszony Filóné Ferenc Ibolya vágta a nemzeti színű szalagot át. Már Bonyhádvárosa egy város és három csapata van, különböző bajnokságokban játszanak, mindenkinek szívből szurkolunk ebben a bajnoksági évadban is, de számunkra mindegyik egyforma és mindegyik kedves, most a majosiak kerültek sorra, volt egy kezdeményezés az Egyesület részéről, 6,5 millió forintos erővel támogatta az önkormányzat azt a társasági adós pályázatot, amiből megvalósulhatott mindez, az a lelátó, amit ön is említett, kerítés, járda épült, a már évekkel ezelőtt szintén TAO-s pályázatból megvalósult klubháznak a felújítása is megtörtént, és ami nagyon fontos, még egy öntözőkutat is tudtunk építeni, hiszen a pálya locsolása ahhoz, hogy ez ilyen állapotban legyen, rengeteg vizet fogyaszt, nem árt, hogyha azt nem a más kutyából, hanem a sajátunkból tesszük, hiszen 2 millió forint nagyságrendileg az a rezsiköltség, amiben ennek az egész létesítménynek a fenntartása kerül évente, amelyet szintén az önkormányzat fizet. Nagyon jó társaságot alkotunk az önkormányzattal. Az önkormányzat mindenben segít bennünket. Jelentős támogatást kapunk, sportcélú támogatást a várostól, ez éves szinten 5 millió forint körüli összeg, valamint működteti és üzemelteti az egész létesítményt az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy fizeti a rezsiköltségeit, valamint egy közalkalmazottat biztosít az egyesület rendelkezésére, aki pályagondok és szertárosi feladatokat lát el. Sportegyesületnek a vezetői, a városnak a vezetői, és itt a futball szerető embereknek az összefogásából valósult ez meg. Ehhez kellett az önkormányzatnak a támogatása, kellett a klubnak az elnökségének az együtt gondolkodása, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak itt. Ugye ebben az évben megcsináltuk itt ezt a D-típusú sportpályát, elkészült a hátunk mögött látható lelátó, elkészült egy furtkút, ugye abból egy puffertartály, amivel itt a folyamatos zöldet lehet biztosítani a nyáron is a játékosoknak és a kilátogató embereknek, hogy tényleg 21. századi körülmények között lehessen futballozni, és mindenki érezze jól magát a futballpályán. Váratlan majosi góllal indult a második félidő. Egy hazai beívelést követően leblokkoltak a kakasdi védők, Szejler szabadon elfejelte labdát, amire csak Bognár Sándor mozdult, és 4 méterről átfejelte a labdát a kakasdi kapu jobb alsó sarkába, 2-1 a majosnak. A nyomasztó fölény góllá érett a 81. percben. Kis kapu közeli beadásába kézzel nyúlt bele az egyik védő, ami 11-est vont maga után. A büntetőt a csereként beállt Hegedűs belőtte, a labda a jobb kapuváról vágódott be a bal alsó sarokba, Schäfer hiába vetődött jó irányba. A kakas becsülettel küzdött a szépítő gólért, amit egy perccel a befejezés előtt meg is szerzett. Fábián Csaba jobboldali szögletére a kakast kulcsembereinek számító Márk testvérek ugrottak fel, Krisztián elvitte magával a védőket, így Attila csúsztathatott egy határozott mozdulattal a jobb sarokba, szép jelenet volt ez is. Ezzel kialakult a szomszédvári rangadón a végeredmény Majos-Kakasd 3-2.